Erősítés a break fitnessben kell is a jó kondíció a labdarúgók számára. Tavasszal ugyanis kemény mérkőzések várnak a Nyíregyháza Spartakuszra. Délelőtt két csoportban dolgoztak a futballisták a konditeremben, délután pedig labdás edzés szerepelt a programban. A játékosok jó állapotban tértek vissza, és a tervezett munkát sikerült eddig elvégezni. Rövid a felkészülési időszak, január végén már bajnoki vár a csapatra. Utóbbi időkben azért ez jellemző volt, hiszen január végén már február elején elkezdődtek a bajnokság, most is ugye január végén kezdünk. Ugye a pályák állapota nagyjából mindenhol engedi, hogy ilyen hamar elkezdődjön a bajnokság, úgyhogy azért pont beszéltük ugye az edzőkkel, hogy 10 évvel ezelőtt még kétszer ennyi volt a felkészülés, ilyen 8 heteket csináltunk, kétszer ennyi csapattal játszottunk edzőmérkőzéseket, úgyhogy nem annyira szokatlan. A héten két edzőmeccs töri meg a felkészülés monotonitását, szerdán Kazincz Barcikán lép pályára a csapat, szombaton pedig Örökösföldön fogadja a Spari a Kassát. Ezeken a meccseken már a taktikai elemeket is lehet gyakorolni. Mai délutáni edzésen is már ezzel lesz a hangsúly, természetesen az erőállapotot is javítani kell állandóan, de ma is, holnap is már elkezdünk kicsit taktikázni. Szerdán Kazincz Barcikán egy edzőmérkőzés, utána csütörtök péntek edzések, és akkor szombaton újra egy jó felmérő, a Kassa jön, a szlovák másodosztály, aki azért jó tradícióval rendelkező csapat, és tudjuk, hogy a szlovák foci is mindig milyen dinamikus és jó. Én azt gondolom, a kellő időben egy jó ellenfél ellen fogunk játszani. Kisebb betegségek hátráltatták a munkát, de szerencsére sérülés miatt senki sem hiányzott az edzésekről. A héten bent lakásos rendszerben, de Nyíregyházán dolgozik a Spartakusz kerete. Egyelőre két új játékos érkezett, de folynak tárgyalások még labdarúgókkal, így változhat a csapat összetétele.